Üdvözlök újra minden kedves nézőt itt a Magyar Esport TV élő közvetítésén az ESL Pro League nagy döntőiről. Remek mérkőzéseket látunk egyébként a mai nap, ugye a Nip Luminosity Gaming is nagyon jó volt. Hát, hasonló mondható eredig a G2 eSports versus Fnatic mérkőzésről, vagy Fnatic, kinek hogy tetszik egyébként a kiejtés, úgy mondja. Láthattunk egy eredményben szoros, de egyébként körök szempontjából nem túlságosan szoros mérkőzést Infernon, és hogy láthatjátok a képernyőkön, a másik pályán Cash lesz, kommentátor társam pedig továbbra is Kis Magyar. Szia Kis Magyar! Szóval köszöntöm a kedves nézőket és téged is, Dedi, már a másodjára, hiszen ugye már egyszer beköszöntem, illetve hát beköszöntünk ketten ugye Infernon. Szóval úgy tűnik egyébként, hogy így már bele is csöppentünk a közepébe, hiszen ugye... így van, szóval... ugye, akkor vázoljuk igazából a szituációt. 3 USP, 2 P2000 van ugye a G2-nél, nem az a szokás, sőt USP-s felállás. Míg egyébként a Fnaticnál látjuk azt egy boost, amit le fog buktatni Smith. És le fog... tényleg... látja! Elővi a lábát az embernek! Három embert is leinfozott egyébként. Durva, és közben érkeznek be mainbe a játékosok, és Smith nagyon könnyedén elbánt egy emberrel. Viszont a többi behezre már nem volt lelki ereje, és győzött igazából a Glock Train. Így viszont már is egy-egyes cserével indítottuk Cash-t. Kiszúrták közben két embert, tehát bocsánat, egy embert, ugye Screamet, aki mögött egyébként közvetlen ott áll RPK. Tehát ott állt RPK, már inkább ő is átzárt. És ebből a pillanatban a Fnatic elhatározta, hogy ők bizony bemennek B-re, érkeznek és be igazából RPK-nak kell alkotni, meg is van neki egy fő, ott van neki a másik fej. Úgy tűnik, hogy Scream is kisegíti a csapattársát, és JW-nak meg volt body, és úgy tűnik, hogy egyedül már tud alkotni, hiszen megöli Screamet, és el kéne fejelni RPK-t. Onnantól pedig már csak egy 1v1, és elfejeli RPK-t, ez a hatalmas játék JW-tól, és sok szellem marad 1v1 szituációba. A bombát lerakja ebben másodpercben, és USP. 1v1. Sokszor olyan meg tudja eloldani, vagy esetleg JW lehozza az 1v1-et, és lehozza a pisztolyokat a Fnaticnak. De HP ez a sokszor 10, vagy 89 HP-n van, már csak 49, 48 HP-n, és sokszor tudnék, hogy ráfut, és nem bír vele JW jó végül. Pedig egyébként milyen szép lett volna. Hatalmas játék. A svéd játékostól, illetve a franciától. Már megint? Csoda. Tátos. Szóval ugye láttuk igazából ezeket az SMG-s vásárlásokat, ugye Infernon is a G2-nél előjött, hogy ők inkább az MP9-et preferálják, most is lehet látni, ugye pont meghalt a famaszos játékos ugye sok személyében, míg egyébként ott van 4 darab MP9 a G2-nél, és egyelőtt tűnik, hogy mivel volt bombarakás, ezért ez egy laza Echo Hunt lesz igazából a G2 részéről, és meg is szerzik a második körüket igazából. Igen, hogy esetleg néhányan halljátok az angol cast hangját, az azért van, mert hát nem teljesen kiszűrhető egyébként, ugye a kinti londoni stúdióban igyekezek minden jobban leszűrni az angol kommentátornak a hangsávját, ez nem mindig sikerül maradéktalanul, de azért szerintem főként minket hallotok, és nem pedig az angol kasztereket. Na de, magabiztos G2-es kezdés. Ilyet már láttunk tőlük az előző pályán. Az mondjuk a Fnaticnak a pályája volt. Lássuk most mi lesz ebből. Sokszor, oj, de nagyon szép játék. Scream és RPK segítették ki őt. Sokszor most éppen lövik a lemezeken keresztül. De a bomba kiesett középre. Ezt nem kéne hagyni a Fnatic csapatának. De hát most erre rá fognak ülni a franciák. Nem hiszem, hogy igazából itt ezt a Fnatic meg tudnák kontesztelni.
vagy lehozni a kör. Jó, mondjuk van kettő MP9 játékosoknál, az M4-es meg az AK-s ember. Jó, az AK-s ember valószínűleg meg fog halni sok, ugye nagyon kevés életpontja van. De egy M4-es nem szabadna elejtetni a fanatikusokkal, a G2-sőknek. Sok igazából nincsen. Denis, most szépen GW-val. Akart valamit? Nem. Inkább GW azt mondja, menj le innen. És hagyj engem dolgozni, így is van, és el is kezd a munkát! Megvan neki egy ember Scream személyében. Ilyentől kezdve ez a kör még veszélyes is lehet, mert sok nagyon kevés HP-val rendelkezik, de ő így is fregel. 2v4 volt egy pillanat erejéig, míg GW nem végezett sokszal. És két MP9-es meg egy M4-1-es ember maradt, egy AK-sel meg egy AWP-sel szemben. Ez így veszélyes is lehet. Az MP9-eseknek fegyvert kell találni valamely, valahonnan a földről. A fantikusoknak pedig kapcsolniuk, jó, mondjuk nem tudják, hogy MP9 van valószínűleg Smithnél és Buddynál, de számíthatnának arra, hogy el kellene dobálni azokat a fegyvereket. Mindegy, most ezzel nem húzzák az idejüket, szépen lassan bemenne Google-ba. Ára legjobb döntés, egyébként csak Smith van itt bent Nikor ajtónál. Az MP9-el akár fregelhetné, és be kellene zárni ezt az ajtót a fantikusoknak. Megvált egy embert, és GW elővi Smith-et. Milyen jó tették, hogy nem zárták be. Smith lebuktatta saját magát, miközben GW kereste a pozícióját. Ó, itt boost lesz? Nem. Akarnak, nem akarnak. Denis se tudja, mit akar, de GW-nak már egy elképzelése. Nem tudja előni a rövidről érkező ellenfél játékos, pedig hogy boostolták volna, akkor valószínűleg el tudta volna lőni, mert most így csak ki kellett néznie. De hát akkor Denis 1v2-ben tud-e valamit csinálni? A sült a sapkájában. A két ellenfél játékossal csak rácsörgetnek a bombára, ránéz, nem szedi senki, van még időm, mondja Denis, ugye nem búzolták GW-t, nem tudják hol van Denis, Denisnek ott van egy frag, és nem fogja leszedni a bombát, RPK, hiába lövi el Denis, nem tudja leszedni a bombát, nincs idő, fegyvert kimenti, a fegyvert még kimenti RPK természetesen, 30 élponttal túlélli a robbanás, de az első kört lehozza a Fnatic, mert az első saját körét, 2-1 így az állás, nyitott lett ettől kezdve a játék. A G2-sök nem tudom, hogy mennyire tudnak majd vásárolni, főleg így, hogy Scrimnek csak 2400 dollárja van, Shoxnak is csak 3800, Famas kis kevó. Meg... Scrimnek így ő tud venni egy nagy kevót, hát felettek, prezentálva lettek, mondhatjuk a G2 eSportsnál a használható fegyverek, ugye a CT oldalon az MP9, a Famas, az M4A1, M4A4 és az AWP, így szépen sorba. Egyébként tényleg, szóval Inferno se láttunk más fegyvereket, csak ezt az ötöst, igazából össze-vissza. Tehát, az ráadásul ugye pláne. Na nézzük, mi fog itt történni, közben itt sokszor sikerült felboostolni, de úgy tűnik, hogy eredménytelenül, hiszen csak egy ember tudott megölni, és ugye Denis egyből meg is ölte sokszor, viszont RPK javít a szituáción, és megölt Deniszt. Így viszont már is egy 2-1-es cserét láthattunk, illetve lehettünk személyes fültes cserét láthattunk, illetve lehettünk személyes fültanulni neki. De hogy most ez a kör a Fnatic el rontja, már pedig úgy néz, hogy elrontja, akkor utána megint ekózniuk kell. Igen, megint ekózniuk kell. És úgy tűnik, hogy meg kéne esetleg próbálni megint egy 2v4-et hozni, mint amit az előző Fnatic körbe is eszközöltek ugye a JW-jóék. Meglátjuk, hogy sikerül ugye Krimnek és Mentonnak most sikerült így a fegyvereket cserélgetve két alkát szerezniük. Így most már mondhatni, hogy szinte felkészülten állnak neki. A 2v4-es klácshoz 40 másodperc a hátra körülbelül, és úgy tűnik, hogy el is határozták, hogy hova akarnak bemenni. Ugye ez a bélerakó, amit egyébként Scream fog CT-ről, míg egyébként ott van egy MP9-el. Igen, tehát hogy vicces, mert Buddy pedig ott volt Sighton, és az MP9 ilyen nagy távolságban is elfejelte Crimzet. És nézd meg a pénzeket, tehát hogy 1450-je van Flashnak, és inkább ráforszolnak erre egyébként. Nem rossz döntés. Hiszen így most ugye kapnak még egy loose bónusz pluszba, és akkor ekóznak egyet. Mert így viszont ekózniuk kellene a következő körbe is, így is úgy is. Na nézzük. 3 darab Desert Eagle és 2 CZ. Vajon sikeres lesz-e? Úgy tűnik egyelőre, hogy igen, hiszen Flash-ra elfejelte végül egy tárból sok szót, viszont Body visszalőtte Crimzet, ugye így megbosszult a csapattársa halálát, így viszont az állás már is egyenlő emberek tekintetében. 4-4-re, ugye Flash a 4 HP-val van, hogyha már így a 4-eseknél vagyunk. Bentonék közben érkeznek be a lerakóra, Smith közben próbálja a CT-kocsiról fogni, és inkább az AWP-t nézni az F-en, mint hogy lőne. Bomba lekerül ebbe a pillanatba, és úgy tűnik, hogy visszafoglási helyzetbe került a G2.
Vajon sikerül-e eszközölnie a CT-nek ezt a kört, vagy esetleg a Fanatic egy forszolt kört hoz le, Denis közben eltávozik az élők sorából, RPK által. Úgy tűnik, hogy flash-sal próbálkozik, még 4 HP-val, nem sikerül neki fregelnie. Megöli ott ugye Body, és úgy tűnik, hogy Venton is meghal, és végül JW is elveszti életét, mint az utolsó Mohikán. És ember, hát a Soxon kívül igazából Lement a bomba. Igen, lement a bomba. Most így, ha most ezt kiekózzák, ilyen láthatjuk a pénzeket, 2800, illetve 3000 környékén. Lehet venni pár pisztolyt, mondjuk egy dezit, meg pár gránátot. De így, hogy leraktak a bombát, így egész jó pénzeket kapnak. Ugye ilyen 4400-5000 dollár környékén lesznek a T oldalon majd a fanatikusok. De a lényegen nem változhat, hogy a G2 fog vezetni ettől függetlenül 5-1-re. Hát Dezivel kell fejelgetni az embereket. 5-tel ráadásul. Na, lássuk, mi lesz ebből. 5 Dezi a Fnaticnál. Screamnek begránátozza, de nem tolja be maint. Csak most egyébként, jó, nem, még mindig nem tolja be maint. Na majd most, még mindig nem tolja be maint, csak játszanak a szó szerint a tűzzel, meg a gránátokkal. Benézett egy ember, Body, és azt mondta, hogy hát inkább nem akarok Dezikkel szembenézelődni. Ugye ott egy random fejlővés a Deziből az súlyos véget vethet egy ilyen kritikus körnek. Hopp, azt a füstöt egy kicsit elmérte Sox. Ezt így akarta? Nem vagy benne biztos, de lehet, hogy igen, és direkt dobta így. De mindegy. Ő tudja, hogy mit akart igazából leginkább. Soxot boostolják, nem akar ő sem a Dezikkel túlságosan harcolni, minimális sebzés kioszt, és fontosan füstölik ki a T játékosokat. Nem akarnak nekik frejet se adni egyébként a G2-sok. Láthatjuk azt, hogy a lehápézódott emberek helyeit átveszi ugye azok a személyek, ugye, akiknek van jó életpontja. Scream bemegy, dob két fejest, köszönöm szépen a lehetőséget. 5-1 így a G2 eSportsnak, és azért itt most már egy cash-sel járunk. Ez azért nem ennyire CT pálya, semmiképpen sem. 5-1, hozni kéne a köröket a Fnaticnak. Ez T-oldalról nem egy lehetetlen pálya, eléggé jó köröket lehet játszani. A Fnaticnak vannak is, látjuk, hogy sikerül-e. Egy kicsit bemacskázódott a képernyőm. Remélem, hogy neked sem ment el a clean feed, mert ilyenkor... Nem, egyébként itt van. Jó, nekem nem tudom, olyan 4-5 körrel ezelőtt történt ilyen macskázódás, és elég érdekes volt. Na mindegy, megnézzük igazából, hogy mi fog ebből alakulni. Ugye AWP nincsen a Fnaticnál, tehát JW nem vette a kezébe azt az a bizonyos egyszeműt. Még egyébként Smith. Mivel ott az AWP, és úgy tűnik, hogy meghal Sox. Ugye JW pont rám cáfolt, hiszen azt mondtam, hogy nem vett AWP-t, de hát inkább alkát vett, és azzal effektívebb is volt, és közben Smith pedig az AWP-vel likvidálja igazából Krimzet a pályára, és RPK-esbe segít, hiszen meghal JW, viszont 4-3-ra még mindig érkezik a Molotov, illetve érkeznének be a játékosok is a lerakóra. Venton áttúrja közben kék karton keresztül Bodit. Nagyon szépen játssza a G2-dig ezt a pályát egyébként CT oldalon, tehát nagyon jól kontrollálják a legfontosabb pontja. Venton pont el tud ugrabugrálni a gyújtógránát mellett, fel sem egybe közül a site-ra. De amit elkezdtem mondani, miközben Venton nem fogja lehozni az 1v3-at, így van, nem, micsoda orákulum vagyok. Tehát nagyon szépen játssza eddig a G2-t, megfelelően kontrollálják a pályának a középső térfelét. Ugye lényegében egy vagy két ember mindig ott van tőlük. Annatok ezzel pedig csak ára vagy bére tud menni a Fnatic, és egyik sem működik egyelőre számukra. De nézzük meg majd, hogy mondjuk milyen szépen kezelik a közepet a G2-sök. Egyáltalán nem akarják átadni a Fnaticnak. Ugye nem is tudom, melyik meccsen volt az, amikor láttuk azt, hogy mennyire kritikus volt az, hogy valamelyik csapat megkapta közepet. Sőt, sok meccsen láttuk már ezt, hogy valamelyik csapat megkapta közepet. És utána azt tudták kamatoztatni, és most látod, hogy Scream eddig egészen jó munkát végzett, és nem adta át ezt a területét a pályának. Most látjuk, mi lesz. Most lássuk, mi lesz ebből. Boostolnak a Fnaticosok. Ugye ne felejtjük el, attól függetlenül, hogy ekokörük van, a CZ, P2-5-es és a Dezik, azok elég erősek tudnak lenni. Badeki néz, megvan neki egy ember Venton személyében. Oppá! Ó, Dezik megmutatják magukat a pályán, nem is akár hogy! JW duplázik, Denis is beszúr egy fregát még közben. 3 vagy 2, Denis kapott egy AK-t és neki van nagy kevója. Denis ezzel akár alkothat is, a Fnatic Echo kört hozna, azért nyilván még itt van Scream, és itt van még Smith is. Már Smith AWP-vel kiflash-el egyet,
Megvan nekem a New Hub és Jill, hogy jó, és nem tudja előni Deniszt! Flashát célozta először, de aztán Denis rántott rá, mert ugye ő volt a nagyobb fenyegetés számára. Smith meglövik minimálisan, a Nozun nem segít neki, CZ-re vált, és Denis ellövi! Echo kört hoznak a Desert Eagle-ökkel a Fnaticosok. Óriási kör a Fnatic-tól. Hát nem így tervezték szerintem, de jó jött ki a számításuk ettől függetlenül. Hát igen. Nem lehet leírni az Echo-t. Erről beszélnünk. Az Echo köröket nem lehet egyszerűen leírni. Egyébként nézd meg, most Flashán szerintem igazából kilőtte magát Inferno, mert most egy-egy hétbe van szegény, tehát... A többi csapatás nem tudom, ilyen 5-6 frejekkel van, míg Flash egy ember tölt meg. Ez igazából nem baj, hiszen a, ugye, mint mondtuk, nem fregre játszák ezt a játékot, tehát körre. Smith egyébként nagyon agresszívan kitolta main-t, és így ugye füst másik felén próbálkozik freget szerezni. Egyelőre eredménytelen. Még egyébként a Fnaticnál már megint nem látok AWP-t, tehát úgy gondolják ezek szerint a Fnaticos játékosok, hogy támadó oldalon cash-en nem igazán effektív az AWP. Igazából lehet cáfolni, vagy nem lehet cáfolni, tök mindegy. Ők ezt így gondolják. Míg egyébként Smith most valahogy eredménytelenül használja azt a távcsőes puskát. Meglátjuk, hogy esetleg ebben a körben lesz-e valami reménye, illetve hát eredménye ennek. Scream közben itt elhelyezkedett minden, és próbálkozna esetlegesen kinézni, de igazán futnak fel a játékosok, de végre itt van Screamnek, megvan az első frag, meghal Denis. És a bomba megy B fele. Meghalt Sox is. Igen, közben a bombát elkezdték vinni B fele ugye midről. JW-nek sikerül egy picit lehápézni a Screamet, és áttúrja lemezeken keresztül, itt 17 HP van ám, de túléli a belga játékos. És levárja JW, fiam, milyen okosan játszik, meg is hal végül Scream. Viszont 4-3-ra, és Bodinak kellene itt nagyot húzni a B-dára, akkor esetleg el kéne fejelnie, de Scream hátba fogja őt lőni, figyeld meg. Bocsánat, odalba fogja őt lőni. Hát egy Bodinak kettőt kellett volna lőnie, helyette... Legalább egyébként. Szegényként nagyon durán meghalt, és ez ágába sincsen RPK-nak és Smithnek menni, és megpróbálni lehozni a kört, hiába van hatásnyomatok készlet náluk. Nem próbálják meg egyáltalán, inkább kimentik a fegyókat. Uff! Így is lehet menteni, hogy elfregelik Ventont kezdésképpen. Hát kellett nekem megdicsérnem a G2-t, hogy milyen jó játsszák most eddig ezt a pályát. Hát most a Fnatic magára talált. Egy Echo kör után belendültek, ugye? Ez volt Inferon is, nem? Lehoztak egy költ, és hát akkor kezdjünk el játszani így Fnaticosan. Egyre közelebb van a Fnatic ahhoz, hogy döntőbe kerüljön. Screams nem tudta előni RPK-t, de végül JW előtte őt. Van pénz G2 oldalon, így az egy AWP-vel is teljesen jól megvannak. Ugye Body kapott Smith-től egy M4 A1-et, pedig visszaveszi kézbe a saját kis AWP-jét. Így is van, mindenkit el van G2 oldalon. Hát nagy kevó nincsen, tehát AK-kal szemben mondhatni tök mindegy egyébként. Egyébként, igen, látom, hogy írjátok néhányan az ESL Sport Hucsi élő Twitch-etjén, hogy kicsit furán néz ki Cash. Igen, a legutóbbi frissítés alkalmával változtattak a pályán, így láthatóság szempontjából, tehát nem mozgattak át tárgyakat, a csatit változtatták meg a legjobban kb., de a láthatóságon változtattak, hogy a pálya jobb legyen, meg szebb legyen, és ez meg is történt, egyébként jól megcsinálták a Wolfnál. Tényleg láthatóbb lett minden pontja és az emberek a pályán. Ez leginkább a szimbokok visszajelzés alapján történt, hogy másképpen dolgoztak a Wolfnál a színekkel. Látjuk, hogy kicsit világosabb lett itt ott egyébként, főleg itt csati, ez teljesen világos lett. Jól tették, hogy így megváltoztatták a pályát. Na de, 4v5. Notitnak nem kéne most körbuknia, mert hát nem hiszem, hogy lenne sok pénzük, hiába hoztak most többet zsinórba. Valószínűleg, hogyha elbuknák, akkor ráforszolnának. De egy-két Tech 9 meg ilyen beficzene nekik. Vagy CZ, vagy P250 az AK-k mellé. 30 másodperc van hátra a körből, Smith nagyon jó pozícióba tudja kamatoztatni a tudását. Megvan neki egy ember, megy be, érkezik rá egy flash, meg egy moló. Semmit, hát jó, ért valamit, hogy megzavarja. Flash el tudja lőni őt, de utána végül sokszor nem. 1v4-ben Creams. Kimenti? Nincs értelme.
Nincs értelme annyira kimenteni, mert amúgy is most vagy Force, vagy Echo fog következni a köfkörben. Nem menti ki, inkább fut és indokatlanul meghal, mondjuk azért ennél többet is kellett volna hozni, de inkább fut és meghal, mint hogy megvárják az ellenfél játékosai, hogy lejárjon az ideje, és az idő lejárta után előjék, és akkor semmi pénzt ne kapjon, azért rosszabb lett volna minden forgatókönyvnél is. Kapom az információt, hogy nem a Valve javított a pályán, hanem FMPON, aki csinálta a pályát. Hát igen, de miután beraknak egy pályát az aktív mappulba, kedves nézőink, ahhoz, hogy FMPON változtathasson a pályán, konzultálnia kell a Valve-val. Nem lehet öntök ez, hogy be van az aktív mappulban, nem változtathat csak úgy a pályán. Egyébként az érkezett, amit mondtam, egy Force Grafantiktól, CZ meg Tech9 volt, de hát ez pillanatok alatt ledarálja. A G2 hiába volt ott mellette még három nagy fegyó, nem volt ez elég, és egy elég gyenge bélkört láthatom. Tehát igen, valóban nem a Wolf csinálta magát a pályát, de ők hagyják jóvá a változtatásokat. Tehát ugye most FMPON úgy dönt, hogy Csatit kicserél egy rózsaszín elefántra, ami nem fog nyilván megtörténni, ezt a Wolfnak kell jóvá hagynia, és a Wolf azt mondja, hogy hát ezen nem változtathatsz, akkor nem változhat rajta FMPON. Azért legyünk tisztában mindenképpen a dolgokkal. Echo kör fog érkezni most a Fnaticnak a csapatától. Így van, ugye egy Echo kör, igazából, ami egy Glock trimbe teljesedik ki, egyedül Venton. Pont ugye az új fiú vette egy P250-et. Egyébként pont hogy azon gondolkoztam, hogy Ventont, ugye, ha jók az értesülésem, illetve az információm, akkor Ventont FPR-ről szedték össze ugye a fanatikusok. És... Így van. És hát pont ezen gondolkoztam, hogy Venton annyira el volt tűnve igazából, szóval nem is játszott olyan nagyobb svéd csapatokba, csak igazából így fészetezett és így ennyi. És hogy így hirtelen hogy így feltűnt. Mert egyébként ugye pont annak az apropójából mondom ezt, hogy mennyire megállja a helyét. Szóval Infernal is igazából nem lőtt sokat, de azok kulcsfontosságok voltak közben. Itt Shox próbál igazából botozni körülbelül az ekozó fanatikusok ellen. Venton ugye pont le is fejelte, és ugye hoppá! 2v3, Dedi, ez így érdekes lehet. Most már csak 2v2, a bomba le fog kerülni, mindenféleképpen így van. És fiad, de full pisztolyos kör egyébként, semmit se vettek, glockokkal körülbelül. És 2v2. Elbukják, nem hiszem, hogy ezt le tudnák hozni. Persze, igazából ki fogják onnan kerülni az embereket. Már várjál, hoppá! Bodi! És Bodinak megvan végül. Végül Venton, és flashával maradt, de egyedül flashál egy. Nem tudja, hol van flasha. Egyébként igen, Flashnak ez az egyetlen előnye, hogy nem tudja, hogy fiat nem fogja elárulni magát. Azt gondolja, hogy ki van rakva neki mainre. És oda is tart, és fiat elárulni magát. Ne, ez így nem lesz jó. Időt kell húznia mindenféleképpen, és Bodinak van diffuse kitje. Viszont megvan neki a kör. Pedig amúgy nem álltak messze a körgyőzelemtől. A glockokkal. Tehát, hogy durva igazából a fanatiknek ez a glock trénje. Nem volt rossz, tűnik. Egyáltalán nem rossz Echo. Főleg, hogy elvettek négy fegyvert az ellenfél csapatától, lerakták a gombát, és igen, hát és majdnem lehozták konkrétan a kört. De itt most Flash nem lövi el magát amúgy, tehát nem lett volna lövése se arról az utolsó G2 eSports játékosnak, hogy hol van ugye Buddy-nak. Tehát lövés nem volt arról, hogy hol van Flash-a. 9-3 maga biztos G2 vezetés. Egyébként eddig a Fnaticnak az Echo-kré voltak a legveszélyesebbek, ugye lehoztak egyszer egy full Echo-kört, de ezikkel. Most meg megint egy kört hoztak úgy, hogy csak blokkokkal voltam, meg P250-ekkel, érdekes. Entry, a Fnaticnál sok szállt olyan füstölt, számít erre a Fnatic? Kapnak egy flashet az arcukba? Nem számítanak. Most már tudják, hogy ott van Shox, most lődik vissza. Scream is lő egy fejest közben Ventonnak, 3v3 szituáció. Nyitott kör teljesen, be kell menni ára, nincs mese, vinni kell a bombát, az viszont még távol van. Már ben van. Egy ember a Fnatictól, erre számít a RPK, nagyon szimán el is lövi Dennis-t, és Creamzet is! A bomba esett mainben, garázsban. GW húlva megy ki az ellenfél játékos elé, 10-3. Maga biztos, hát meg, komolyan mondom, ebből 12-3 lett, és onnan hozza megint vissza a Fnatic, mondjuk mit tudom én, 16-14 vagy 16-13-ra megőrülök, komolyan mondom. Egyébként én kinézem belőlük, tehát kinézem azt, hogy a G2 megint lehoz ennyi kört, aztán a Fnatic pedig comeback-kel egy orbitálisat.
Minden, hát igazából minden esélyem megvan rá, ha úgy nézzük. Nos, közben a fanatikusok már felálltak egyébként egy altámadásról, ugye beérkeztek négyen mainbe, illetve bocsánat, hárman mainbe, ugye egy pedig kékajtónál, illetve egy játékos pedig letartja középet. Itt a kékajtót ki is sikerült nyitni, és Sox már is oda kapta a fegyverét. Viszont eltereli a figyelmet a mainből érkező játékosokról. Így van, jöttek és a smokok és a molotovot is eldobta Smith, ugye. Sox pedig már próbálkozik, tehát már be is pozícionált, közben Smith kapott egy ilyen nagyon kicsi fejest. Ötnék, hogy Soxnak nem megy egy tárból végül sokkal előni a flashát, és érkezik a fregelé, és megvan Smithnek egy ember, Tennisszel már nem bír 3v2, és úgy tűnik, hogy 1v3-ba kell megoldani a Dennisnek, de végül Sox egy laza gyors négyessel lehozza a kört csapatának. Hát Dedi, 11-3. Hát ez egy eléggé gyenge támadás a Fnatic-tól. Jó, oké, és egy Infernón is rosszul kezdtek a Fnaticosok támadó szempontból, de... Hát ez a kör most mindenképpen kell. Ez a 11-4, akkor azt mondanám, hogy még valami, van valami keresni valójuk itt, de... G2 eSports nem oda csapat, aki ne tudna támadni egyébként itt Cash-en. Jó kezdés Flash-ától, hogy az előző pályának ő volt a nagy embere. 39 freget tudott lőni, majdnem 40-et. Hát 30 kör alatt volt azért is lehetősége rendesen fregálni. Sox válaszol, JW likvidálja Smith-t. Op, nyikor nyílik, ezt látta valaki a G2-ből. RPK szerez még egy freget, Crimson. Ez freget vált. Folyamatosan válaszolgatnak fregek szempontjából egymásnak a csapatok. 2v2 alakul ki, jó, Sox kifogy a fegyveréből. Benton és Screams lehozzák végül a 2v2-t nagyon simán. 11-4, na, amit mondtam, kellett ez a kör mindenképpen a Fnaticnak, meg kéne egy jó pisztolykör, hogy ne kelljen megint az eredmény után szaladni. Most ők védenek. Az igen, a Fnatic drukkerek azért ott vannak közönség soraiban, még ha nem is halljuk őket úgy, mint a Luminosity Gaming Ninjas in Pyjamas mérkőzésen. Hát ilyenkor persze, hogy nem hagyom őket, hiszen a Fnatic most egyenlőre. Hát ilyenkor kell, ilyenkor kell legjobban boostolni a csapatot. Jó, hát de ugye nézői logika, hogy tudod, csak akkor szurkolok, hogyha jó a csapatom. Tehát ez az ilyen divadrukkerség, vagy nem tudom. Meglátjuk egyébként, hogy mit fog hozni a második félidő. A pisztolykör minden esetre elég sok mindent fog eldönteni. Van egy technikai időkérés lehet szerintem, nem minden, hogy taktikai, hogy láthatjuk. Időt kértek a csapatok. Admin, mondaná Pasa. Van valami probléma, szerintem így van. Oda is mentek a szervezők a játékosokhoz. Most visszajátszást láthatunk az első körből, RPK-nak nagyon szép duplája a P2000-ből. 8-3-nál Sox, hogy pontozza ki a fanatikus fejeket. Hát persze, hát nyilván a nézők azok meg teljesen készen vannak a saját látványuktól a kivetítőkön. Rövid szünet. Akkor igazából a szünet maradt el. Azt hitték a játékosok, hogy mehet, és elindult a mérkőzés. Az adminok elindították a mérkőzést, akkor ez történt. Az adminok elindították a mérkőzést, pedig ilyenkor mindig van egy kisebb szünet, és most az egyik csapat, azt hiszem a fanatikusok hívtak be egy időkérést. Úgyhogy, hát igen, a fanatikusok tartják meg a G2-sök a menetrendjét a rendezvénynek, az adminok egy kicsit megfeledkeztek erről a meccsek közötti szünetről, ahogy láthatjátok, most így állunk a ligában. A Luminosity várja a G2 eSports Fnatic mérkőzésnek a győztesét a nagy döntőbe, ahol igen nagy pénz nyereményéről fog dönteni az a meccs. Az első Pro League, de eléggé hosszú liga volt, online indult el, és ugye itt offline fejeződik be. 7.-8. helyen lévők, akik megosztott 7.-8. helyen vannak, 31.000 dollárt kapnak per csapat. Az 5.-6. 36.000 dollárt. A 3.-4. ugye azt tudjuk, hogy az egyik 3.-4. az már a Ninjas in Pyjamas. A másik, hát eddig úgy néz ki, hogy a G2, de most összekapták magukat és 14.-4-jel fordulunk Cash-en. A másik jó eséllyel a G2 lesz, de annyi biztos, hogy ennek a mérkőzésnek a másik csapata. A második helyzet, aki nem tud elbírni a Luminosity Gaming-el, vagy pedig, hogy a Luminosity Gaming nem tud elbírni az innen érkező ellenfelével, akkor az 90.000 dollárt nyer, és most kapaszkodjunk meg az első helyezett 200.000 dollárral, és ezzel a gyönyörű szép
kicsit a Bajnokok Ligájára hajazó serleggel lesz gazdagabb, meg ugye hát az, hogy ők nyerik az ESL Pro League harmadik szezonját, ami az egyik talán legsikeresebb ilyen csígós liga, ami a leghosszabb ideig van. Ugye volt az ESL-ese, a Pro League, stb. Minden neve volt már, de ez így eléggé fekszik a játékosoknak ez a liga. Nem véletlenül csatlakoznak be szerintem a nagy gamingek, tehát mint például a Fnatic vagy a Mouse, az ESL-nek a kezdeményezésébe, a VESA nevezető szervezetbe, amiről egyébként többet olvashattok a facebook.com/esportmila oldalon. Ott eléggé sok info van erről a nemzetközi eSports Association kezdeményezésről, ez a World eSports Association, ha minden igaz, és jól emlékszem. Érdekes cikkek vannak e kapcsán. Na de közben elindult 14-4, ugye, amiről beszéltem, a második félidő. Le kéne hozni a Fradinak ezt a pisztolykört. Kis magyar szerinted lehozza? Hát... Dennis! Mi van? Hát ott a válasz! Kis magyar, ne válaszolj! Nem kell válaszolni! Késő! Dennis, ott a válasz tőle! Ott a negyedik fej! Dennis mit művel? Megy, fut az ötödikért! Ott az ötödik fej Dennistől! Mi történik itt ezen a pályán? Hát így kell kezdeni egy másik fél időt Fnatic módra! Hát ez hihetetlen! Valahogy kérem, vezesse ki a teremből ezt a játékot! Nézd, ott az első! Ott a... Mi volt az? Mi volt az? Jézusom! Te jó ég, ez a visszajátszás, hát ez még brutálásabb, mint ahogy az előbb láttuk élőbe. Mutassák meg végig, így is van, sokszor is ellövi fejre, aztán fut rá a Screamre, és őt is végül ellövi. 11-5! Úristen! Nem tudom egyébként, hogy mi volt a cségót, hogy történem leghosszabb pisztolyköre, de ez volt körülbelül 5 szek alatt lezajló gyors hármas, sőt még annyi se. Durva. Nagyon embertelen, inkább így fogalmaznék. Igazából meg is vette az M4 nagykevó két flash kombót, tehát ja, jól megérdemelt egy jutalmát. És ezzel várja az érkező G2-ös force kört. Közben egyébként Dennis és JW már is tudott fregelni. Viszont Scream és Swiss már is a temetben vannak, és RPK, Shox, Body, ugye mind a háromnál Desert Eagle van. Nem hiszem, hogy meg tudják csinálni azt, mint az előző körben, vagy az előző fél időben a fanatikusok, hogy így igazából Desert Eagle-ökkel lehozzák azt a 2v4-et. Közben egyébként elhullik az utolsó előtti G2 játékos, és egyedül Body, ugye az új szerzemény, aki Existence helyére lett beállítva, vagy hát leigazolva. Maradt ugye egy Desert Eagle-el, de már ő se bír a sokáig, hiszen Flasha végül lefejelte őt a Dennis által eldobott M4-jel. És érkezik egy teljes echo a G2 részéről. Hát aki lemaradt az első pisztolykörről, az sajnálhatja, de minden bizonnyal ezután a pálya után még egyszer meg lesz mutatva. Most G2 eSports echo kört láthatunk, valószínűleg semmi érdekes nem fog történni, akkor nyugodtan be lehetne ezt játszani. Glockok és P250-ek, hoppá! Body tud fregelni, megvan neki JW. Ojjajjaj, Dennis kap egy fejes Bodytól, szintén futásból lövöldözgetik a fejeseket. A G2 játékosok, le fog menni a bomba, mi történik itt a pályán, kedves nézőink? 3v2 a G2-nek, van náluk M4A4, van náluk FAMAS, a bombát viszont elhagyták. Júj, ott van középen ugye a bomba, azért vissza kéne menni. Krimz jó pozícióban van, hát új, és fel van búszva, erre nem fognak számítani szerintem a G2-sök. Benton megpillant megpillant három embert, nem tud velük mit csinálni, Scream ellövi őt. A ugrásból Krimz, megvan neki, két ember van meg most már. De Krimznek vigyáznia kell magára itt mindenképpen. De a bombára figyelnie kell, hogy ezt el ne vigye az ellenfél csapata. 55 másodperc van hátra a körből, van ideje bőven a G2 játékosának, Screamnek, hogy gondolkozzon, elhozza a bombát. És az M4A4-et, ugye, ami már nála van, és esetleg lehozza a kör, de vigyáznia kell, hogy az MP7-tel megdarálja őt Creams. A aim nem punch. Lesz, így van, azon az aim punch miatt nem tud semmit, nem tudja kontrollálni a fegyverét, de a földre kéne lenéznie, vagy akkor lehet rántani az egérrel, hogy el tudja lőni az ellenfél játékosát, de meglátjuk. A bomba le fog kerülni talán? Jön be Ára, Creams itt van középen, ő meg csak vár. Igazából ilyenkor nagyon komolyan mozognak a kis kerekecskéjé. És jó fele, puhatolózik Creams! Nem tette le Scream a bombát! Azért lerakhatta volna.
inkább ugye pikkelni akar. Hát esetleg megbír a lepni Krémzet, de hát... De hát, hát ugye igazából egy jó pozíció a kérdés az egész körülbelül, nézd meg! Istenem. Nézd meg milyen lazán lehúzott, tehát ez mestermű. És megint úgy néz ki egyébként, hogy a Fnatic jön vissza. Tehát 11-4-jel fordultak, most egy Dennis, hát igazából most két kört szereztek az egyéni akciók miatt. Sőt, hogyha nézzük a Dennis USP-t, akkor viszont 4 kört összesen. Tehát tényleg nagyon... Jó játszik a Fnatic egyébként védekező oldalon. Ez ugye kiderült Infernon is, illetve most már Cash-en is. Meglátjuk, hogy mi fog történni. Ugye most a G2-t is igazából rávették a fegyvert, hiszen ekóztak. Ergo simán volt pénzük venni az 5 darab alkát. Au. Közben Dennis egy hatalmas fejest kapott. Ugye a pisztolykör hősét kifejelték a pályáról. És úgy tűnik, hogy JW viszonylag sokszor ugye CT kocsiról. Így viszont érkeznek be a gránátok, és már is jönnek be a T-játékosok, illetve a bombát már megint elhagyták, még csak most mennek érte. Viszont már is egy picit belassult az offenzíva. Megint érkezett egy smoke mainre ugye, hogy a lyukat is kitömjék. Egyébként flashanak van meg Smith, és Scream visszalőtte flashati, viszont 3-3-ra. Érkeznek be végre alerokóra a játékosok. Ugye nézd meg, végül kijött mainből. Az egyik T-játékos hol van. Ő mint a közepet tart. Nem, visszamegy. Visszamegy inkább. Közben Bodyton lemegy a bomba. Látják őt? Tudják, hogy ott van? GW-el is lövő szépen, ahogy kell. Screamben van Quadon. Közben szedi valaki már a bombát, ahogy hallottam. Kinéz Scream, elővje őt. RPK és fregel egyen. Venton 1v2. Na a beugró, mit tud csinálni 1v2-ben? Megvan neki RPK, csak nagyon elizgulja most Venton ezt nagyon fontos szituációt. Van nála a devkit, őt láthatjátok egyébként a kamera képén, és nagyon összpontosít, tudja, hogy hol van most a Scream, főleg így, hogy rálőtt Scream, van még két flash, de ilyenkor nem a flash-ekkel kéne szórakozni, hanem igen, van, el kell ülni az ellenfél játékosát. Sokan beleesnek ilyenkor abba a hibába, hogy grátokkal elkezdnek ott zsonglőrködni, meg dobálni, meg próbálni az ellenfél játékosát kibételni, és emiatt inkább magukat bételik be egy az egyben. Venton nem ez a játékos. Hozza, amit kell, előtte. Az utolsó két emberét az ellenfél csapatának leszette a bombát, és felszette a földre az AWP-t, elhozta GW-nak. Hát megedzett. Opa! Opa! JW 39 HP-n, jaj! Egy jobb klikkes kés. Igen, jobb klikkes, tehát... Igen, tehát szegény JW 39 HP. Ezt igazából ne úgy vegyük, hogy hátrány, hanem mint kihívás mondjuk JW részéről. Nos, nézzük, 8-11 az állás, és ugye megvették az alkákat, hiszen volt bombarakás, illetve hát egyedül Venton maradt életben, ugye. Szerinted kiszúrta meg GW-t? Győszínű, szerinted kiszúrta? Szerintem Venton egyébként. Flasha. Flasha lehet? Az szokott bénázni mindig a körülejnek késsel egyébként, kajakra. Én kinézem belőle. Na jó, visszavisszük meglátjuk. A demót. Nem, hogyha ha GW meghal, már pedig, meglátjuk, még 4-5 van, de amíg meghal, akkor ugye kiírja az asszisztot. Mindegy. Majd mindjárt kiderül. Ha kiderül, na lássuk! 4-5. Várjuk az asszisztot. Közben egyébként Venton sikerült lehápézni, 21 életedőbb ponttal rendelkezik az Olof helyére szerzett játékos. De közben, ugye mire kimondtok addigra, meg hát előtte még Venton megölte RPK-t, és úgy tűnik, hogy Dennis is most eltávolodott az élő sorából. És Ventonnak lehet, hogy már megint kusfaszok pozíciója, és úgy tűnik, hogy a kevés HP meghozta adását, és úgy tűnik, hogy Krimz is meghal, így viszont Flashamat, és igen egyébként Flasha esett bele. Én már vigyorgok, hogy ott van az assist Flashanál. De Flasha maga nem vigyorog, mert 1v4-be van, Buddyval, Shoxal, Smith-zel, Streammel szembe. 5-19 most egyelőre Flashának a statisztikája, hát nem egy infernós teljesítmény, valljuk be. Ahol 39-15-ben volt, vagy mennyire? Igen, 39-18, ha jól tudom. Valóban nem, egyáltalán nem. Erről van szó. Hát fél, nem lett mindenki a toppon. Szerintem ő most úgy kifregelte magát Infernon. Itt igazából bátran beáll a bomba közelébe, hiszen 100 HP-ja van és próbál legzütelni. Vagy ninja? Ja nem lesz ebből ninja. Pedig egyébként volt devkite, illetve flash-e is. És Scream végül lefejeli. Nem tudja semmit csinálni igazából, 3 ember így is túlélte az ellenfél csapatából. Megvan az első kör a G2-nek, már most annyi kört hoztak, mint Infernum T-ben. Ez becsülendő! Ezt összefoglaltad lényegében, ez így történt.
és Smith egyébként milyen jól olvassa, hogy, hogy Echo kör fog érkezni, vett is egy Mach 10-et, tehát igen. Ő felkészült jól Santiago-ra. Számolnak. Nagyon jól számolnak. Meglátjuk, hogy esetlegesen azzal tud-e fregelni, vagy esetleg az alkák viszik el majd a pálmát. Mindenesetre a fanatiknál 5 darab USP, illetve egy P250 van ugye Flash a kezében. Hát ebből úgy néz ki, hogy 13-8 lesz. Nem akarom előre inni a medve bőrére, de ez nagy összességgel az lesz. És onnantól igazából a fanatiknak hoznia kéne a köröket, mint mondjuk Infernon, mert ez így érdekes lesz. Tehát ugye te is mondtad az első fél időben, hogy Cash nem annyira CT pálya, mint Inferno, tehát totálisan szinte kiélezett, hogyha úgy nézzük, körülbelül kiélezett pálya ez is. Kiegyenlített, bocsánat, akkor így fogalmaznék. Közben úgy néz, hogy Screamnek megvan, közben JWO, és menne a többi fegel, és Dennis közben lefejeli Screamet, hogy az USP-től, és Smith végül ott van neki az első fegel a Mach 10-zel, menjen csak szépen rá a többi CT játékosra is, bombát közben lerakják, vagy nem. Igazából próbálkoznak, közben egyébként Shoxnak van meg két frag, és ott van a harmadik frag is Shoxnál. Végül az alkák vitték el a pálmát, ahogyan mondtam kör elején. Nos, igen, 13-8. Innentől hozni kéne a fanatiknak. Határozottan. Szépen hozni kell egymástan a köröket, már ha tudják. De így, hogy most a G2 bebiztosított magának két kör zsinórban, nem akarják szerintem elengedni azt a gyeplőt, azt a virtuálisat. Most az esetünkben meglátjuk. Egy biztos, nem lesz könnyű dolga a Santitnak védő oldalon sem. Hiába ez a könnyebbnek titulált oldal, nem lesz könnyű dolguk egyáltalán. Amilyen entriket lőnek mostanában sok szék, az nem egyszerű. Főleg ugye a legutolsó két körről beszélünk. Lassan indul meg egy kicsiket a kör, de hát ez elvárható két csapattól, mindenki rá van feszülve. Ó, Scream kezdi a fregelést, hát nem Shoxnál van az entry, hanem Screamnél. Mi más, mint fejlövés. They talk about my one taps, ugye, ahogy mondta a videójában. Hát ez az is volt egyébként. Egy gyönyörű szép one tap, ugye, egy golyós. Az ellenfélnek a fejére. Csatira tart rá Scream, ott van egy ellenfél, így is van, őt is megpróbálta volna kipontozni, de ez nem sikerült, de mert közben az átámadás ebből kifolyólag, hogy emberelőnyük van. GW-t dobják föl, ő a famasszal próbál valamit alkotni, még mindig jó pozícióban van, beleugranak a tűzbe, sokszék, soksz fregel egyet, meg van, aki Dennis Renton tud egy kicsit segíteni a társadnak, a bomba nem megy le, GW résen volt, 2v2, soksz nagyon nullos, és kezd összedőlni. A G2 eSportsnak a köre hiába kezdte jól a jobban, mint a Fnatic. De most Scream. Megint egy fejlővés GW-nak. Creams le tudja elhozni az 1v2-t. Sox könnyű frag lehet számára. Csak 6 élponta rendelkezik Scream, aki nehezebb falat, de ő sem tudja már legyőzni. 14-8. Mehetünk a harmadik pályára? Hát nagyon úgy néz ki egyébként. Szerintem Scream valahogyan jelezni akart ezzel, hogy srácok, én már trényt akarok, és akkor most így gyorsan lesznek hármad, és érkezik egy pauz a Fnatic-tól, ugye. Nagyon szükség egy taktikai pauz lesz, vagy esetleg, nem tudom, itt igazából Creamset láthattuk, ahogyan a felbontását állította. De úgy tűnik, hogy ez most egy így van taktikai időkérés a Fnatic részéről, hát már kellett egyébként. Hát össze kéne kapni magukat, mert eddig ez a teljesítmény nem az igazi ezen a pályán. G2, mondtam, szépen játssza eddig Cash-t. Az előző fél idő végén kicsit kiengedtek, de most megint magabiztosan és jól játsszák. A Fnatic-tól egy nagy kérdője, hogy mi fog következni. Nem sok pénzük van, de 14. körét hozta le a G2 eSports. Forszolni kell. Nem hiszem, hogy lenne egyáltalán nagy fegyver. Hát, famaszt. Azt se hiszem, hogy van rá pénz. Dezi, CZ, 5-7, P250, egyszerűen milyenek fognak kijönni? Talán még valami, hát nem tudom, valami rifle lehet, hogy fog érkezni, de nem hiszem, hogy van arra keret. Meg kell. Na lássuk, mi lesz ott. Aha, Dezi csak CZ-k. És hát a rifle is valamilyen szinten igazam volt, de hát ez egy... Az csak egy, csak idézőtéve egy scout, mondjuk azon is lehet nagyot húzni. Lássuk, mi lesz ebből a körből.
kéne valami jó entry Snotik oldalon, hogyha... Ó! Oh! Mondjuk így, hogy Creams dob egy fejes Smithsnek! Azt a mindent, és Buddy is már csak 50 HP-n, és a G2-sek kicsit vissza mennek, hogy oké, lehet, hogy force voltak fiúk, de nem kéne bele szaladni egy nagy pofonba, amiből ugye, utána ugye nem tudunk felállni, mi mondjuk Infernoon. Jó kezdés a Fnatic-tól. Jön is a B-támadása azonnal a G2-nek. Dennis, Ben Scout-tal kap egy fejest, kb. Olyat, amilyet kapott Creams-től a társa, Smith. Szépen lassan mennek be B-re, de nem eszetlenül a G2-sök, nem akarnak semmi butaságba belefutni. RPK már a kerülőt tartja le, érkezett volna onnan JW, már nem tud érkezni. Elhullatja őt RPK. Kint ki vannak zárva site-ról a fanatikusok. Sorba hullanak el, mint a legyek. Creams kapott egy AK-t, ugye? Fölkaparta a földre, amit lőtt magának. Nem tudja kamatoztatni ezt az AK-t végül. Flasha. Kiskevó, Füst, CZ. Így négy emberrel szemben. Nem túl kecsegtető. Nem, az AK-ra pályázik. Azt akarja onnan fölszedni, de eléggé rossz szögben van. Fölszedi, ott egy Molotov is. Azt is fölkaparja onnan. Nem, tudják, hogy nem mentek. Hát tudniuk kell a G2-sön, hogy nem mentek. Főleg így, Flasha lebukik. Nullára lelövi. Konkrétan 10 HP-ra sokszot. Elfordul még a gránáta elől. Kap egy kis heg sebzést. Megvan neki body, de hát fullvak, semmit nem látni, nagyon jó volt a pop flash az ellenfél játékosától, és hoppá, egy G2 font hallottunk ugye a közönségből. Hát nem tudom, vonyítani, vagy... Létezik olyan is? Húzni egyet, igen, vannak ott G2 fanok is ezek szerint. 15-8. Úgy tűnik, hogy megyünk majd a harmadik pályára. Hoppá. Ami nem más lesz. Megyünk mávozni. Mint így van, train. A vonatos pályára mehetünk, ha nem tudja a Fnatic lehozni ezt a force kört. Creams kezdi megint a fregelést, azonnal érkezik rá kettő darab G2-es válasz. Főleg így, hogy most 2v4-ben maradtak végül Dennis és JW. Igen, abszolút potenciálisan érkezünk a vonatokhoz. Közben egyébként a bomba is már érkezik be egységesen a G2-s játékosokkal be B-lerakóra. És már is élesíteni fogják. Dennisnek kellene valamit itt húzni esetleg a famasszal. JW egy alkát is felkapott. Dennisnek egy picit sikerült lehápézni a RPK-t, de nem olyan számottevően. De hát fullvak semmit nem látom. Igen, nem ez már igazából nem a karácsonyog és a vége szinten mondom. De ez egy jó kezdés JW-tól, nézd meg. Igen, és de, viszont devkit van JW-nál, tehát ez így még akár jó is lehetne. Megvan a buksia ott RPK-nak, de végül. Igen, hát 16-8, Daddy. Amilyen szépet comeback-elt a Fnatic Infernoon, olyan magabiztosan játszott a G2-kessen, tehát durva. Viszont mehetünk trainre. Így van, train lesz a harmadik pályánk. Ebben az ütközetben láthatjuk, a csapatok is elmennek egy nagyobb pihenőre, mint ahogy mi is itt a Magyar Esport TV közvetítésen elmegyünk egy kisebb pihenőre. Hát GW és Creams nem örülnek egyáltalán. Le akarták volna hozni ezt a pályát, és egyébként bennem volt, hogy lehozzák. A kezükben volt a dolog, és hát itt Dennisnek az ötös ez. Pont az elsőként freget nem mutatott nekünk a visszajátszásba, sajnálom, hogy nem figyeltek erre a kinti operatőrök, de minden bizonyal... Pedig az volt a lényeg egyébként, tehát... Minden bizonyal ezt a highlightot egyébként meg fogják találni a Magyar Esport TV-nek a YouTube csatornáján is. Ezekkel a visszajátszásokkal búcsúzunk a második pályától, hamarosan érkezünk vissza Magyar Esport TV-vel. Én, Pálfi Bondi Tamás, és kommentátortársam pedig Kis Magyar, azaz Magyar Adrián. Hamarosan jövünk vissza.